Tisztelt hallgatóság, kedves vendégeink, mai műhely beszélgetésünk második blokkja, második panelje következik. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Kaiser Tamás vagyok, az Államtudományi Intézet tudományos igazgatója. Az Államtudományi Intézet ez év januárjában kezdte meg működését, és talán nem meglepő módon kutatásaink az állam és a kormányzás működésére irányulnak, és ezen belül is számos területet átfognak. Nem szeretném itt hosszasan felsorolni, hogy mi mindennel foglalkozunk. Elég talán, hogyha annyit jeleznék, hogy kutatásaink, tudományos rendezvényeink, a majdani tananyag fejlesztéseink, a kormányzati teljesítményértékelésektől, a választási rendszereken át, a korrupció elleni fellépésig, az önkormányzatokig, az államreformmal kapcsolatos kérdéskörig terjednek, és ezért talán nem hat természetellenesnek, hogy szeretnénk a diplomáciával, ezzel az alapvetően és tradicionálisan állami területtel is foglalkozni, természetesen elsősorban olyan szempontok alapján, amely szempontok közelebb visznek bennünket az államtudománnyal kapcsolatos mélyebb kutatások és ennek révén mélyebb ismeretek, gyakorlatias ismeretek kialakításához. Fél év az nem túlzottan hosszú idő, pláne az egyetemi tudományos akadémiai kutatások történetében, de mégis azt mondhatom, hogy már ez alatt a viszonylag rövid időszak alatt elindultunk bizonyos kutatási irányok felé, bizonyos szemléletmódot próbálunk kutatásainkba átültetni, megvalósítani. Megpróbáljuk ezeket a kutatásokat olyan egyébként nemzetközileg ismert, a nemzetközi tudományos életbe beágyazódott, de nálunk talán még kevéssé bejáratott fogalmak köré tömöríteni, mint például az állami kapacitás, vagy a kormányzati képesség, vagy a társadalmi beágyazottság. Ezért, amikor Fülöp Mihály professzor úrral elkezdtünk gondolkodni azon, hogy hogyan, milyen formában és milyen szempontok mentén tudnánk a diplomáciával, külpolitikával, külgazdasággal kapcsolatos, elsősorban napjainkra vonatkozó aktuális kihívásokat, kérdéseket beépíteni, akkor kézenfekvőnek tűnt számunkra az, hogy műhelybeszélgetéssel, sőt műhelybeszélgetésekkel szeretnénk elindítani ezt a folyamatot. Így, úgy, ahogy Jakab Éva professzorasszony említette, ez a rendezvény, ennek a rendezvénynek a második része is egy folyamatnak a kezdete reményeink szerint, és abban bízunk, hogy ennek a mai eseménynek a bázisán további műhelybeszélgetéseket folytathatunk, amelynek bázisán új kutatások indulhatnak el, amelyek hozzájárulnak az egyetemünk számára egyébként is alapvetően fontos államtudományi képzésfejlesztéshez is. Ezek után engedjék meg, hogy nagy-nagy tisztelettel köszöntsem a második blokk előadóit, alfabetikus sorrendben, dr. Balogh Csaba urat, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkárát, illetve dr. Becsei Zsolt urat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárát. Nem szeretném még több ideig magamnál tartani a szót, úgyhogy abban állapodtam meg tisztelt előadóinkkal, hogy mintegy 20 perces időkeretben elmondják azt, amit a programban is szereplő témáról fontosnak tartanak elmondani, nevezetesen tehát, hogy mit jelent ma 2015-ben függetlenség és a szuverenitás külpolitikában és külgazdaságban, kiváltképpen annak gyakorlati terepen zajló folyamataiban, és ezt követően, tartva az időkeretet, önöknek is módjukban áll majd kérdéseket feltenni az előadókhoz, és erre biztatom egyébként az első panel nagy professzor urait is, tehát ők, az ő bekapcsolódásukat, hozzászólásukat is ugyanúgy várjuk. Köszönöm szépen, és akkor Balogh Csaba államtitkár úrnak adnám át a szót.
szépen a meghívást, köszönöm szépen a lehetőséget, és mivel a műfaj az műhely beszélgetés, műhely konferencia, ezért ha megengedik, ülve maradok, és ha megengedik, akkor alapvetően egy kicsit a személyes reflekcióimról beszélnék, hogy mit is jelent számomra a külpolitika, mit jelent számomra a szuverén magyar külpolitika. És hát ebben a minőségben talán nem is, mint a külgazdasági és külügyminisztérium közigazgatási államtitkára, hanem mint olyan immár 23 éve külpolitikával foglalkozó ember szeretnék néhány dolgot elmondani, aki azért megtapasztalt már sok mindent az elmúlt közel negyed században. Mit jelent számomra a külpolitika? Egy olyan eszköze az államnak, egy olyan speciális eszköze, amelyeken keresztül a külső hatásokra reagál. A külpolitikának szélesebb értelemben ugye az a feladata, hogy megteremtse az állam és a társadalom számára azokat az optimális külső feltételeket, amelyekben az adott állam, az adott ország gazdasága, társadalma a legjobban tud fejlődni és a legkedvezőbb eredményeket tudja elérni. Külpolitikának a feladata az, hogy mint eszköz reagáljon azokra a kihívásokra, amik az államot kívülről érik. Ezek nagyon különbözőek lehetnek, és éppen a 21. század tárja föl, hogy ezeknek a kihívásoknak a jellege és ezeknek a kihívásoknak az intenzitása az rendkívül változó. Ugye vannak biztonsági, környezeti, társadalmi, gazdasági kihívások, és ezek különböző relációkban, különböző időpontokban eltérő súllyal jelentkeznek. Azt gondolom, hogy csak szuverén külpolitika létezik. Tehát azt a diplomáciai cselekvéssort, amely nem azt tűzi ki maga elé célul, hogy támogassa az adott ország társadalmi, gazdasági, nemzeti fejlődését, és ezáltal járuljon hozzá a lakosság jólétének növekedéséhez, a gazdaság fejlődéséhez, azt valójában nem nevezhetjük külpolitikának. Az is diplomácia, az is egy diplomáciai cselekvéssor, de a szó valódi értelmében nem külpolitika, úgyhogy az én értelmezésemben, ami külpolitika, az szuverén lehet csak. És itt visszautalnék a bipoláris világrendnek az időszakára, amikor ugye egyéb viszonyítási pontok határozták meg az államok különböző nemzetközi és diplomáciai lépéseit. De a rendszerváltozás után és ennek a bipoláris világrendnek a felbomlása után azt hiszem mindannyiunk számára még nyilvánvalóbbá vált, hogy ebben a változó geometriájú és folyamatosan átalakuló világban a külpolitika egy eszköz, a külső érdekérvényesítésnek az eszköze. És nyilvánvalóvá vált egy másik dolog is, a külpolitikának a belső meghatározottsága. Tehát amikor azt mondom, hogy a külpolitika eszköz, akkor nyilvánvaló egy olyan politikai koncepciónak, egy olyan társadalmi képnek a külső eszköze, amelyik az adott országban belül formálódik. Csak olyan külpolitikát lehet művelni, amely összhangban van és determinált az adott állam, az adott mindenkori kormányok, társadalom és gazdaságpolitikájával. Természetesen a szuverén külpolitika nem azt jelenti, hogy azt csinálunk, amit akarunk. Mint ahogy ugye mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy az államok szuverenitása sem korlátok nélkül való, így igaz ez a külpolitikára is. Minden politikai szándék esetében, így a külpolitikai célok megvalósítása tekintetében is van egy feltételrendszer, amelyekben mozgunk, és ennek a feltételrendszernek a keretei között tudjuk az érdekeinket érvényesíteni. És ahogy ugye az adott államok vagy az államok szuverenitása is korlátozott, így a külpolitikára is igaz az, hogy csak a többi szuverén nemzetközi szereplővel kölcsönhatásban érvényesíthető és értelmezhető. Tehát magyar külpolitikáról is csak akkor tudunk beszélni, hogyha a többi szereplőnek a mozgását, mozgásterét, érdekérvényesítési képességét is figyelembe vesszük.
Magyarországnak a geopolitikai helyzete az egyedülálló, vagy legalábbis rendkívül különleges Európában. Hogyha visszanézünk a történelmünkre is egy picit, és a mai aktuális helyzetet is megfigyeljük, akkor láthatjuk, hogy talán evidens itt mindenki számára, civilizációs törésvonalak mentén helyezkedünk el. Itt a Kárpát-medencei térségben, hazánk területén ütközik a kelet a nyugattal, az észak a déllel, jelenik meg egyszerre az északi protestáns német hagyomány, a keleti szláv ortodox hagyomány is bukkannak fel időről időre a iszlám és levantei hatások, alapvetően ugye az ottomán és a török befolyáson keresztül, és ne is beszéljünk még ugye a római katolicizmusnak a mediterránban gyökerező hatásairól. Tehát egy olyan törésvonal mentén helyezkedünk el, ami rendkívül sok hatást gyakorol, különböző hatást gyakorol Magyarországra, nyilván társadalmára, politikájára, de külpolitikájára is. Ami fontos a külpolitikai szempontból számunkra, hogyha visszatekintünk az elmúlt 6 évszázadra, akkor azt láthatjuk, hogy ennél az útkereszteződésnél élni az egyszerre áldás és átok. Minden olyan alkalommal, ugye Magyarország az elmúlt 600 évben szinte az összes háborújából vesztesen jött ki. Ebből elég egyszerű levonni számunkra azt a következtetést, hogy a magyar külpolitika egyik alapvetése az kell, hogy legyen, hogy a béke pártján álljon, és azon az oldalon álljon, amelyik azt mondja, hogy számunkra az az elsődleges külpolitikai érdek, hogy kelet és nyugat, észak és dél között kooperáció és koordináció legyen, és ne konfrontáció. A konfrontációs időszakokból mi mindig rosszul jöttünk ki, és általában a békés időszakokban valamelyest ezeket a veszteségeinket sikerült kompenzálni. Ha nagyon triviálisan akarok fogalmazni, akkor nyilván sokkal hasznosabb számunkra, hogyha Magyarország területén az áruk, az emberek és az eszmék vonulnak keletről nyugatra, mintha harckocsik. Világos ezért, hogy jelenleg is azt kell, hogy mondjuk, hogy a szuverén magyar külpolitikának ez az elsődleges célja, hogy a régióban béke legyen, és lehetőség szerint mind keleti, mind nyugati, talán kisebb módon jelentkezik most egy picit csak az Európai Unión belül ez az észak-dél konfrontáció, partnereinket arra szorítsuk, hogy magatartásukban a kooperatív irányokat válasszák. Ez nem egy egyszerű dolog, látjuk a szomszédainkban dúló konfliktusokat. Ha a külpolitikai érdekérvényesítés másik oldalát nézem, és a mozgásterét, vagy feltételrendszerét, ahogy az előbb is mondtam, az belső jellegű. Tehát nem csak a geopolitikai elhelyezkedés határozza meg a külpolitikának a mozgásterét, a lehetőségét, hanem a belső feltételek is. Egyetlen állam külpolitikai teljesítménye sem terjeszkedhet túl tartósan az ország hazai társadalmi, gazdasági és politikai teljesítményén. Korábbi munkám során ugye én nagyon sokat foglalkoztam Romániával, a román tapasztalatok ebből rendkívül plasztikusak, nagyon jól tudjuk, akik a Balkánon kicsit foglalkoztunk, hogy a román diplomácia brilliáns és rendkívül jó eredményeket ér el. Mégis mindig van egy pont, amikor egy zuhanás következik be, és ennek egyszerűen az oka, hogy a diplomáciai teljesítmény egy idő után annyira elszakad az ország belső realitásától, valós gazdasági, társadalmi teljesítményétől, hogy teljesen hiteltelenné válik, és újra kell építkeznie. Most megint egy ilyen felívelő szakaszban van. Ha az országnak a teljesítménye ezt a nem követi, akkor ugyanazt fogjuk megélni, mint amit a 90-es évek második felében, vagy 10 évvel ezelőtt. Ha az elmúlt néhány évnek az eseményeiről is szeretnék néhány gondolatot mondani, ugye 2004-ben a rendszerváltozás utáni Magyarország elérte a legfontosabb külső célkitűzését, hivatalosan is betagozottunk az európai és euróatlanti intézményrendszerbe. Azt gondolom, hogy a lépés mindenki számára, aki ebben a kis hazában él, teljesen magától értetődő és természetes volt. Azt a helyet foglaltuk el, ahová mindannyian
úgy érezzük, hogy tartozunk. Van azonban a dolognak egy olyan eleme, hogy az integrációnk megvalósítása és ahogy elfoglaltuk helyünket a NATO-ban és az Európai Unióban, egy picit reflektált benne a hidegháborús gondolkodásmód. Azt hiszem, hogy a magyar társadalom többsége és a politika egy része is úgy élte meg a történetet, hogy a gonosz birodalmából átléptünk a jó birodalmába. Tehát telve illúziókkal érkeztünk meg ugye 2004-ben az Európai Unióba, és azt gondoltuk, hogy akik ott vannak ebben az új közösségben, a jók közösségében, azok mindannyian számunkra csak jót akarnak, mindenki tisztességesen viselkedik, szem előtt tartja a másik érdekeit, és ugye az elmúlt 10 esztendőnek az élményei az ezzel kapcsolatos csalódással vannak tele, ami csalódásnak az oka nem az, hogy az Európai Unió rosszabb, mint amilyen lehetne, vagy az ottani viszonyok talán kedvezőtlenebbek, mint amire reálisabban számolhattak volna, hanem az, hogy mi a hidegháborús gondolkodás okán olyan illúzióval érkeztük meg ebbe a szövetségi rendszerben, amelyek messze voltak a valóságtól. Ennek aztán az lett a következménye, hogy az a felzárkózás, ugye, amit Magyarország várt az Európai Uniós tagságtól, az lényegében nem következett be. Tehát ha nézzük a számokat, akár a gazdasági teljesítmény tekintetében, akár a általános társadalmi jólét tekintetében, nem mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 11 év a Magyarország sikeres európai felzárkózásának az időszaka volt. Ez az élmény és a gazdasági és pénzügyi világválság, vagy a globális világrendnek a folyamatos átalakulása döbbentett rá minket arra, amiről az előbbiekben is beszéltem, tehát hogy a saját érdekeinket csak mi magunk tudjuk képviselni. És igazából én azt gondolom, hogy amikor szuverén külpolitikáról beszélünk, akkor alapvetően ezt kell szem előtt tartanunk. Tehát a világ ma olyan, és azt hiszem, hogy ez mindig is így volt, csak időnként vannak illúzióink ezzel kapcsolatban, hogy mi Magyarország és a magyar nemzet fejlődésének feltételeit azt nekünk kell megteremtenünk, a mindenkori magyar kormánynak, a magyar társadalomnak, a magyar államnak, és ez igaz a belső eseményekre is, és igaz a külpolitikai feltételrendszernek is. A mi érdekeinket senki más nem fogja képviselni, még a szövetségeseink és még a barátaink sem, hogyha mi nem teszünk érte semmit. Szintén tanulság volt a globális gazdasági és pénzügyi válság másik tanulsága, a külső kihívások jellegének és természetének az átalakulása. Még a korábban klasszikusnak nevezhető biztonsági kihívások, ugye gondoljunk csak a kelet-ukrajnai konfliktusra, is más köntösben jelentkeznek. Bárhogyan is értelmezzük, és ugye nyilván van a kelet-ukrajnai konfliktusnak katonai és biztonságpolitikai vonatkozása bőven, de azok a tényleges kihívások, amivel a külpolitikának szembesülnie kell, és gondolok itt hasonló problémákra, ugye a Közel-Keleten, az arab világban, ezek nem biztonságpolitikai köntösben jelentkeznek, hanem gazdasági köntösben, környezetvédelmi problémák köntösében, migrációs kihívásban és belbiztonsági köntösben. Ennek a két folyamatnak, amit az előbb ugye említettem, a külső kihívások természetének a megváltozása és annak a felismerése, hogy a saját érdekeinknek egy erőteljesebb képviselete szükséges, ez maga után vonta annak a következtetésnek a levonását, hogy érdemes felülvizsgálni a külpolitikai intézményrendszerét. Tehát átgondolni azt, hogy milyen intézményekre van szükségünk, milyen típusú feladatokat kell ellátni, és ezeket milyen struktúrában látjuk el. Ugye nyilván mindannyian tudják, hogy végre hajtott a külgazdaság és külügyminisztérium egy integrációs folyamatot. Minisztérium felügyeli most a
külgazdasági diplomáciát, a kulturális diplomáciát. Kevesebbet beszélünk róla, de láthatólag megnövekedett a konzuli szolgálat tevékenységének a felelőssége alapvetően ugye a terrorizmus veszély, a belbiztonsági kérdések miatt. És összességében is egy olyan intézményrendszerre van szükségünk, aminek a kiépítése még jelenleg is azért inkább csak kezdeti stádiumban van, azt gondolom, amely a korábbiaknál sokkal gyorsabban reagál a különböző kihívásokra, jóval rugalmasabb és jóval hatékonyabb. Ezt a magyar külpolitikai intézményrendszerről azért ma nem nagyon lehet elmondani. Úgyhogy itt még nagyon sokat ennivaló. Egy utolsó megjegyzés. Martonyi miniszter urat szeretném idézni ezzel kapcsolatban, aki körülbelül egy ilyen 2 évvel ezelőtti beszélgetésünknél szóba hozta, hogy 2010-ben, amikor újra elfoglalta a külügyminiszteri széket, akkor volt benne egy olyan várakozás, hogy az Európai Uniós tagsággal a klasszikus úgynevezett bilaterális diplomáciának a szerepe az csökkenni fog, és a nemzetközi fórumokon, az európai fórumokon majd mindent el lehet intézni. És 3 évvel később egy beszélgetés során mondta, hogy ez egyáltalán nem így van, sőt, pontosan fordítva történik az a folyamat, a személyes kontaktusok és a jelenlét jelentősége még inkább megnőtt. Ez egy nagyon furcsa paradoxon, ugye abban a világban, ahol már interneten keresztül levelezünk és elektronikus formában mindent el lehet érni, de talán még éppen ezért, mert ezeknek a kapcsolatoknak meg az információknak az értéke az degradálódik, és fölértékelődik a bizalmi viszony, a személyes kontaktusok, a személyes jelenlét, és úgy gondolom, hogy ha ebbe a folyamatba illesztjük, akkor érthető az, hogy a külgazdaság és külügyminisztérium jelenleg is miért törekszik a külképviseleti rendszerünknek inkább a bővítésére, mint a racionalizálására és csökkentésére. Úgy gondoljuk, hogy továbbra sem nélkülözhető az, hogy egy adott országban, egy adott régióban jelen legyünk, és ott személyes módon képviselni tudjuk magunkat. Annál is inkább igaz ez, mert ugye változik az egész globális világrend, változnak ennek a világrendnek a geometriái. Még nem tudjuk, hogy a 21. század első felében pontosan hogyan fognak kinézni az erőviszonyok és a különböző országok közötti nemzetközi kapcsolatok, de az látszik, hogyha a hozzánk hasonló kis és közepes országok nem kommunikálnak egymással, és nem próbálják meg egymás érdekeit összehangolni és támogatni, akkor hasonló pozícióban kerülhetünk, mint ahogy 89 előtt voltunk, hogy a nemzetközi szférának 1-2-3 domináns szereplője diktál mindent, és határozza meg a világ dolgainak a folyását. Azt gondolom, hogy természetesen nem vagyok naív, nem gondolom azt, hogy mi majd egyenlő mértékkel mérve leszünk az Egyesült Államokhoz, Oroszországhoz vagy Kínához képest, de úgy tűnik, hogy meg lehet a világban most találni azokat a partnereket, akik hasonlóan éreznek, és akikkel együttműködve ellensúlyozni lehet a nemzetközi porond egyes szereplőinek gazdasági, katonai vagy népesedés beli túlsúlyát egy minimális mértékben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és akkor tovább is adnám a szót Becsei Zsolt helyettes államtitkár úrnak. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Lehettek, és tulajdonképpen kettős énnel, mert egyrészt ilyen egyetemi oktatóként, kutatóként is szeretem itt lenni, olyan személyként, aki hát talán a nemzetközi kapcsolatokban is az elmúlt 30 évben sokat tudott tapasztalni, és benne volt végrehajtóként is, átélve a rendszerváltást is kezdő diplomataként, vagy külügyi tisztviselőként. De egy olyan személyként is, aki rendkívül sokat kapott 89 előtt a tanáraitól. Itt van Fülöp Mihály, Eszenszky Géza vagy Juhász Gyula tanár úr,
arról, hogy hogyan keressük a szuverén magyar külpolitikát. Tehát engem mindig az érdekelt már abban az időben is, meg a csoporttársaimat is, és ebben a szempontból rengeteg mindent kaptunk, hiszen van egyrészt egy akarat, hogy az önálló szuverén külpolitikát, vagy ugye, hogyha most a fölkérésnek mondom, külgazdaságot is vigyük. Másrészt mindig bejönnek az úgynevezett külső determinációk. Ezt tanították az egyetemen, világgazdaságban, nagyon sok minden másban, hogy mik a globális determinációk, vagy külpolitikai determinációk. Úgyhogy én örülök, hogy itt vagyok, és hát remélem, hogy pontokba szedve talán egy gondolatébresztő leadást tudok mondani, hiszen nem kívánom meg ismételni, és nem is úgy készültem, hogy nagyjából azok a gondolatokat ismétlem, hogy Csaba, hogy komplementerek és ne kompetitívek legyünk az előadásban. Hát az egyik a szuverenitás, ugye van egy klasszikus nemzetközi jogi fölfogás a szuverenitásnak, hogy a három eleme a főhatalom, terület, népesség és egyéb más dolog. Erre nem térnék most ki, hiszen nem Ádámnál vagy Évánál szeretném kezdeni. De az biztos, hogy ugye a szuverenitásnak 91 előtt vagy 95 fölfogása a katonai megszállás klasszikus értelmezése ugye 90 után véget ért, és gyakorlatilag utána ennek átvette a szuverenitással való élésnek a helyzetét az integráció. Antalyi külpolitika hármas szempont, ugye az atlanti és az európai integráció kérdésköre azonnal átvette azokat a szempontokat, amelyik intézményi és jogi szempontból, tehát egy kicsit nyugatiasodva az országnak, intézményi szempontból kezdték el korlátozni a szuverenitást, vagy saját magunk léptünk be egy közös szuverenitás gyakorlásba, inkább így mondanám, hiszen a NATO-t és az EU-t így definiáljuk, de hát mégiscsak azért bizonyos jogi és intézményi korlátokat azonnal bevállaltunk, hogy magam bel is gondolkoztam, hogy előtte tulajdonképpen hát a Varsói szerződést nem idézném, de a KGST-ben olyan típusú gazdasági integráció nem létezett, ahol az én nemzeti szuverenitásomat úgy korlátoztam volna, mint a jogi és intézmény rendszerrel, kezdve az Európa Tanácstól, de főleg az Európai Uniós tagsága, nem áll a társulási megállapodással is korlátoztam. Tehát ugye az EU-ban nem volt olyan, hogy én kivel kötök szabker megállapodást, a KGST-ben, az EU-ban ez azonnal megjelent, már a társuláskor számon kérték, hogy az Európai Uniós versenyjogot, közbeszerzési jogokat és a közös kereskedelmi politikához kapcsolódó jogokat hogy hajtom végre. Ez meg 91 végétől, amikor ugye Antal aláírta a társulás, már azonnal megjelent. Ez egy nagyon fontos szempont, tehát az intézmény és jogszabály, tehát a nyugati típusú szuverenitás korlátozás, vagy az együttműködési formák azok megjelentek, és nem a katonai volt domináns. Ebből a szempontból, és innentől az önállóságot kerestük, hogy az úgynevezett önállóság, ha nem a nemzetközi jogi szuverenitást keressük, vagy nézzük, ez hogyan jelenik meg. Egy másik nagyon fontos, talán nyitó gondolat, amit itt megállapítanék, az az értékalapú külpolitika, külgazdaság és az érdekalapú külpolitika, külgazdaság viszonya. Ez is egy 30 éves, de minimum 25 éves vita téma a magyar politikai elitben, vagy a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó elitben, hogy mikor, melyik érvényesül, ennek a kettőnek hol van konfliktusa, meg hol van kiegészítő jellege. Ha mondjuk most egy alibi típusú hozzászólást szeretnék folytatok, azt mondanám, hogy természetesen ez összefügg, meg nézzük meg a, hogy ezt hallottam 25 éven keresztül, meg nézzük meg a skandináv vagy egy modellt, hogy milyen jó tudják hol az egyiket, hol a másikat egymással ötvözni, stb. Stb. Ez egyébként befolyásolta azt is, hogy például a külgazdaságot, vagy a külpolitika fővezérelvét is egy kancellári típusú magyar demokráciában hol vezényeltük, és hol próbáltuk ezt koordinálni. Ez egy 25 éve, hol a külügy, hol különböző gazdasági minisztériumi fórumok, hol a kancellária, nevezzék azt miniszterelnökségnek, vagy miniszterelnök hivatalnak között egy állandó vita volt, az európai ügyek koordináció is ebben mindig belejött. Külpolitika koordináció és egy kancellári típusúban, akkor legyen a kól alatt volt ugye az a nagy, most nem jut eszembe, vagy 20 éven keresztül az a szupermenekül, hogy a kancellári hivatalban
koordinálta gyakorlatilag a külpolitikát. Tehát volt, mindenre van példa, és Magyarországon is úgy látom, hogy hol a húzat, hol ide megy, hol oda megy. Például, hogyha most a külgazdaságot és a külpolitikát akarom meghatározni, ugye most én, amikor külgazdaság államtitkár lettem, akkor ez a gazdasági minisztériumban volt, ott is tudok emellett egyébként érveket kihozni, hogy miért volt jó, és miért volt jó, hogy engem, mint volt diplomatát, ebbe importáltak bele, tehát hogy egy kettős injektálás történjen meg. Hiszen azért a gazdasági reál folyamatok, az, hogy érezzem, hogy mi az, hogy 1 milliárd, 10 milliárd és 200 milliárd, azt azért nem rossz, ha átlátom. Ez ugye, hogyha a külügyminisztériumban van a külgazdaság, ezt nem mindenki érzékeli. Főleg, hogyha nem töltött el mondjuk csicskás korszakot is bele számítva 8-10 évet a gazdaságpolitika területén, nem biztos, hogy érzékeli azt valaki 30 évesen, hogy mi a 100 milliárd, a 10 milliárd és a 2 milliárd. És esetleg könnyebben kimond olyan számokat vagy trendeket, aminek utána maga a diplomáciai vonatkozása is elég meredek. A másik oldalt nyilván persze most megjelenik a külpolitikai és a külgazdasági koordináció. Ennek ugye az intézményrendszer, a közös külső képviseletek szempontjából van egy pragmatikus szempontja. Ugye a rendszerváltás óta két intézményi rendszer szakadatlan háborúja zajlott, gyakorlatilag most már van egy egységes és integrált intézményrendszer, de az első 10-15 évben vagy 20 évben ez nem volt ilyen egyszerű. Mint tudjuk, hogy a magyar külső diplomácia megjelenésben, a külgazdaság és a külpolitika intézményrendszerben, ez most egy helyre került, ugye a nagyköveti irányítással is, most már idehaza is a külügy irányítással. Gyakorlatilag 2010-ben, amikor külgazdaság államtitkár lettem, az első nagyköveti értekezleten jelentette be a miniszterelnök, hogy egységes lesz, tehát az irányítás politikai intézmény szempontból egységes, a nagykövet a külső főnök, de nyilván akkor még ugye két minisztériumban jelentünk meg, én akkor is azt mondtam, hogy én azt gondolom, hogy ez a helyes, nem csak azért, mert a külügyből érkeztem odahova, hanem én is azt gondolom, hogy legyen egy egységes irányítás. Erre mondjuk még a Jeszenszky Gézaik idejében csak álom volt, de hát nyilván ez is egy más történelmi szituáció volt a 90-es évek elején. Most az, hogy aztán önmagában a külgazdasági intézményrendszernek a külügyeknél van-e a helye, nyilván, hogyha most az ember a közép-európai hatalmas történelmi vagy hasonló történelmi sorsokat megért országok példáját nézzük, hol ezt látjuk, hol azt látjuk, ez is állandóan változó, tehát azt látom, hogy a régióban is ez egy egyéni helyzeteket mutató, hol ilyen, hol olyan szempontokat fölhozó kérdés. Azért említettem ezt, hogy a külpolitika, ha most a külgazdaság és a külpolitika integrációját nézzük, és főleg azt nézzük, hogy az egy kormányzati felügyelet alatt is van, akkor különösen szembeötlő az, hogy az értékalapú külpolitika és az érdekalapú külgazdaság, ugye mind a kettőt meg is hirdettük, és elég gyakran vezetői retorikákban is megjelenik, ezeket hogy tudjuk egymással összeilleszteni, és ez nem mindig egyszerű. Én azt hiszem, hogy kutatóknak, meg külső szemlélők számára is, hogyha konkrét példákat látjuk, akkor ennek az összeharmonizálása az nem mindig egyszerű. Tehát, hogy a keleti partnerségben számunkra a nagyon kiemelkedő energia, meg földgáz ellátási Azerbajdzsán, vagy az első keresztény állam Örményország szempontjából, melyik mikora fontosabb, vagy hogyan alakulunk, ezek ugye azonnal megjelennek. De hát nyilván folytathatna az ember több irányból is, ugye orosz-ukrán és egyéb szempontok, hogy mikor, melyik jelenik meg, hiszen a mostani magyar érték alapú, főleg a általam képviselt konzervatív típusú, hát ez persze sem relatív, hogy ki mit, minek nevez, fölfogásban azért mégiscsak a keresztény alapok, a nyugatiasodás, a nyugati típusú keresztény rendre alapuló diplomáciának és általában nemzetközi kapcsolatoknak a szakdiplomáciát is beleértve szerintem egy fontos szerepe van. És nyilvánvalóan ezért is nagyon lényeges, hogy már 90-ben elsőként beléptünk az Európa Tanácsba, aláírtunk olyan jegyzőkönyveket, amilyeneket. Például rögtön emlékszem, hogy Jeszenszky Géza írtad alá a kartát, az Európa Tanács kartát, annak már rögtön egy melléklete, a halálbüntetést azonnal kizárta, mert ez 90 novemberében megtörtént a belépéssel együtt. Tehát ugye ezeknek vannak ilyen különböző típusú úgynevezett közös érték alapú rendjei, amiket nyilván a mai nap is érdemes látni.
A másik az a nyitottság és a kiszolgáltatottság, vagy akkor mondjam a nyitottságot, ugye Csaba említette is, hogy húzatos helyen voltunk világi életünkben. Sokszor eszmék és egyebek helyett sajnos katonák is mentek rajtunk keresztül, meg ezáltal próbáltak mindig értékrendeket ránk erőszakolni, vagy belénk oltani, ki hogy látja. Én azt gondolom, hogy Magyarország körülbelül a 70-es évek vége óta, most nem megyek vissza egy korábbi időszakban, nagyon erős külgazdasági determinációban van, és szinte a gazdasági helyzetünk az nagyon erősen determinálja a külpolitikai mozgást. És ez nem most kezdődött, ezelőtt 3-4 vagy 5 évvel, ez a 70-es évek közepe óta Magyarországon egy determinált helyzet, amióta azt kell, hogy mondjam, hogy gazdaságilag versenyt futunk állandóan a túléléssel és az idővel. Hát 73 óta Magyarországnak a külső egyensúlya gyakorlatilag 2011-12-ig mindig megrodjant, ami azt jelenti, hogy azóta, hát köztudott ugye Fekete János, meg Szekér Gyula szaladgáltak pénzért, tehát azóta gyakorlatilag a külső devizatípusú eladósodásunk és fizetőképességünknek a föntartása egy állandó kurzus, ez meg 76-os magyar diplomáciát is egyébként nyilvánosan nem, de nem nyilvánosan meghatározott, ami egyrészt eltért a keleti blokk nagyon sok országától, talán csak a lengyeleknek volt ilyen típusú veszőfutása, a többieknek ez nem volt ilyen meredek. Ez is azért egy erős sajátosságot adott, másrészt pedig ma akkor egy olyan integrációs vagy nem nagyon nyilvános folyamatot indított el, mint az IMF tagság, és ami utána jött. Ugye, mert egyszerűen mindig futottunk egy egyensúly után. Főleg a külső egyensúly után, ami viszont már 73-74-75-től Magyarországnak a nyugati integráltságát hozta. Mert egyszerűen nem yuanba vagy rubelbe kellett fönntartani a fizetőképességet, hanem dollárba, vagy német márkába, kinek mi tetszik, ami egyébként 90-en át is ívelt. Tehát ez mindenféleképp egy alapkérdés volt, ami meghatározza Magyarországnak a külgazdasági jellegét. Most nyilván akkor lehetne itt ugye számokat is idézni, hogy az exportunk a GDP 90%-os, milyen nyitottak vagyunk, de ezek a úgynevezett egyensúlyhiányok, külső egyensúlyhiányok, ezek ilyen zalánfutásra szerűen 40 év óta, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy 40 év óta determinálják az országnak a függését, és ez a függés egyébként nagyon erőteljesen egy nyugati függés volt. Itt, hogy föl is írtam magamnak egyébként, hogy nyilván, hogyha most a külpolitikára visszaidézek, ugye a 90 előttire is, Magyarország, mint a VS tagja időnként megtette azokat a közös, hogy mondjam, akkori értékrendszerinti fölépéseket, mint 68-ban mi is bevonultunk Csehszlovákiába, mert hiszen ha nincs speciális magyar érdek, és azt tudtuk, hogy a gazdaságpolitikánk egy elég speciális magyar utat ad, akkor külpolitikában miért bégessünk ki fölöslegesen a kórusból. Ez egyébként nyilván 90 után sokszor megjelent, hogy érdemes-e konfrontálni olyan ügyekben, ami csak vegy tiszta külpolitikai értékalapot, és miért bégessünk ki a kórusból. Ez a mai napig ugye egy alapvető dolog. Tehát 68-84-es olimpiai bojkott, akkor voltam elsőves egyetemista, teljesen abnormális volt, hiszen akkor már olyan erős nyitások voltak, akkor volt Thatcher, meg Mitterrand, Pesten, meg minden, hogy ugye totálisan abnormális volt az akkori magyarok viszonyok között, ugye, hogy ideológiailag megmagyaráztuk a bojkottot, de hát mindenki tudta a társadalomban, hogy ez miért van. Tehát, hogy időnként a klasszikus külpolitikai lépésekbe próbáltuk a gazdasági veszőfutásunkat, a nyugati típusú veszőfutásunkat az akkori nagy makrohelyzetnek, vagy világpolitikai helyzetnek, orosz megszállással voltunk, meg VS tagok voltunk, hát ellensúlyozni kifelé, legalábbis a külső mázba. És ezért, tehát mivel óriási a külgazdasági nyitottságunk és a kiszolgáltatottságunk, ugye a rendszerváltás után is volt egy nagy veszőfutásunk, ugye az akkori magyar elit azt gondolta, hogy vissza a nyugatba, és ez a gazdasági integrációt is maga után hozta, nem csak a külpolitikai, tehát ez nagyjából együtt ment. Itt nyakló nélkül társulási megállapodások születtek. Mi azért bírtuk egyébként az első 10-15 évet a lengyelekkel, csehekkel és a többiekkel átvészelni, megítélésem szerint,
mert volt mit eladni, tehát olyan devizabevételeket tudtunk az állami vagyon eladásával, fölélésével elérni, ami az akkori gazdasági, külgazdasági imbalanszot, tehát egyensúlytalanságot valamilyen szinten ellen tudta lőni, tehát mi 10-15 évig eladásokból próbáltuk az integrációt kihozni. Persze azt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen nekünk is, meg a lengyeleknek is azért abba a szempontból bejött, hogy most, amikor már nincs mit eladni, most már meg a külső egyensúlyt sikerült helyreállítani, és hát túléltük legalábbis ebből a szempontból a nyugati integráció első 10-15 kemény évet. Ezért van az az én véleményem szerint, ezt le is írtam Marta Jánosnak, mindenki kiröhögött, de ezt mindig elmondtam, hogy Ukrajna esetében már nincs mit eladni, az EU társulás és integráció gazdasági katasztrófát fog jelenteni. Európának is, mindenkinek. Hát az, hogy egy közbeszerzésre, meg EU versenyjogra, meg állami támogatási jogra, meg mindenre teljesen nyitni kell, és úgy kell megoldani, meg az energiát piaci áron kell az iparnak adni, meg ehhez hasonló. Ez egy olyan típusú országnak, aminek nincs olyan tartaléka, mint a nyugatból kiszakadt visegrádiaknak, hogy még bizonyos dolgokat el tud adni 8-10 évig, maga a katasztrófa és a halál, de mindegy, ezt majd én remélem, hogy a következő 15 évben Európai Unióban mindenki finanszírozni fogja ezt a hatalmas integrációs lendületet valamiből. Természetesen nyilván a külpolitikai meghatározottság, hogy Ukrajnát nyugathoz csatoljuk, ugye nekünk is ez 90 óta egy külpolitikai determináció, csak mondom, az az egy probléma van, hogy külgazdaságilag nagyon nehéz Ukrajnának a nyugati integrációját ezzel párhuzamosan megoldani vagy elviselni. Tehát ezek ilyen apró nüanszok, amiket itt szerettem volna megegyezni, tehát ez nem is teszi könnyűvé a helyzetet. Most a külgazdasági integrációnknál, és ugye itt megjelent, hogy keleti nyitás, nyugati tartás, vagy nyugati erősödés, hogy mihogy. Van egy másik nagyon érdekes dolog, hogy tudnunk kell, hogy mi mik vagyunk, és tulajdonképpen azok a példák, amiket külföldről hozunk, ehhez is kell szerintem egy bizonyos életkor, azok mit jelentenek, vagy mit segítenek. Ugye a mi esetünkben 90 után egy elképesztő nyugati integráció történt, amikor itt a PhD-met a kutatásban az kijött, hogy mind FDI, mind turizmusban, mind főleg a külker adatokban, szinte a legintegráltabb a mostani EU 28-ra kalkulált, de az EU 15-re is kalkulált legintegráltabb országok közé tartoztunk, 80% fölötti exportarány az EU-ban. Az EU 15-ökben is volt olyan, hogy 70-75-80% volt a Nyugat-Európa. Tulajdonképpen ezért a visegrádi aláírás és az, hogy az éróról próbálunk egymás felé is legalább egy olyan szabkert fönntartani, mint amit mindenki külön megnyitott az EU felé. Ez egy óriási lépés volt 91-ben, és ezt az eredményét egyébként 15 évvel később hozta meg. Miért mondom ezt? Mert gyakorlatilag ugye ez benne van a polgári szemlés elemzésemben is, hogy gyakorlatilag a keleti nyitás azzal kezdődött Magyarországon annak a sikere, hogy az a súlypont, hogy mi külkereskedelmileg csak Nyugat-Európától függtünk, ez a 90-es évek és a 2000 éves elejének a súlypontja, az áthelyeződött oda, hogy a velünk együtt EU-ba is belépők felé nagyon erőteljesen fölfutott, tehát 10-25%-ra például az export arány a környező országokban. Ez már megvolt az EU-tagság előtt is, de utána meg főleg, tehát mondjuk 2000 és 2010-12 között. Ez egy erőteljes súlypont áthelyezés volt. Ugyanakkor sem azóta, sem akkor nem tudtuk az EU-n kívüli világnak a súlyát növelni, most sem tudjuk. Én azt gondolom, hogyha valaki a keleti nyitás sikerét nézi, akkor reálisan azt tudja látni, hogy egyrészt Közép-Európát helyzetbe hoztuk az EU-n belül a gazdasági kapcsolatunkba. Másrészt nyilván a külső világnak az a hatalmas szerepe van, hogy megakadályozzuk azt, hogy ezek a 80%-os arányok még tovább növekedjenek. És ez a realitás. Ha valaki irreálisan azt mondja, hogy leépíti a 80%-os EU-s függést 65-re, az lehet, hogy valami nagyon szépet mond, vagy 60-ra, csak nem biztos, hogy a következő 8-10 évben ez a realitások közé tartozik. Hiszen azért az intézményi, a belső piaci integráltság óriási szívóerőt jelent.
közelre. Egyébként például a magyar tulajdonú kis és középvállalatoknál az EU integráltsági százalékunk nagyobb, mint általánosan. Tehát az itt lévő multicégek még jobban kacsingatnak exportba kifelé, mint a saját tulajdonú kicsieink. Tehát azoknál 83-84%-os az integráltsági hányad, és ott az akciórádiusz az EU-n belüli institucionális renden belül a 800 ezer kilométeres intézményi hányad az, vagy hányad az jóval magasabb, mint általában. Egyszerűen azért, mert ha valaki kisvállalkozó, akkor a határon átnyúló tevékenységét, ha idehaza megerősödött, nagy valószínűséggel a Kárpát-medencébe kezdi el, hát főleg ennek a Trianon negatívumának legalább mennyi pozitívuma legyen, hogy mindenhol talál magyarokat, akivel elkezd tudni kezdeni üzletelni Erdélybe vagy a felvidéken, és nem biztos, hogy Laoszba vagy Kínába kezdi. Tehát ugye ezek egy determinált helyzetek most is, ami nyilván a külpolitikai mozgásteret is megjelenti, de az, hogy ne váljon kórossá, tehát 80% fölöttivé a függés, ebből a szempontból nagyon lényeges, hogy a külvilág felé megjelenjünk, és én azt is helyesnek látom, hogy általában a magyar külpolitika azzal a nyitottsági determinációval, meg Trianonnal, meg Trianontól függetlenül is a hatalmas kivándorlásokkal Magyarországon, meg a különleges kultúránkkal, a magyar diplomáciai jelenlétnek a 10 milliós, meg 100 ország, meg a 100 milliárdos GDP, eurós GDP-nél túlmutatóbbnak kell lenni. Tehát egy olyan ország, akinek nincsenek ilyen specifikumai, annak nincs szüksége olyan erős diplomáciai jelenlétre, mint a magyar specifikumnak a 100 milliárd euróhoz képest. Ezt azért mondom, mert voltak olyan viták, hogy nézzük meg a dán diplomáciát, és akkor nekünk is körülbelül azt kell lekopírozni. Igen, de az ő történelmi sajátosságaik nem azonosak azzal a specifikumokkal, ami Magyarország vagy a magyarokkal történt, is én elmondtam. Tehát ebben a szempontból a diplomáciai megjelenések azok nagyon fontosak, ugyanakkor nem szabad ezt a fontosságot és az eredményt eltúlozni, és abban reménykedni, hogy egy triplájára meg négyszeresére fognak nőni mondjuk magyar tulajdonú kisvállalkozások jelentős export teljesítményei a távoli világban, mert mondom, ez meg egy másik determinációt jelent. De önmagában az, hogy erősödik a magyar diplomácia jelenlét, az szerintem egy nagyon szükséges, tehát mi nekünk túl kell reprezentálni diplomáciailag az önnön méretünket a sajátos specifikumok miatt. Az nyilván majd egy hosszú vita lesz, hogy a hazai elemző kapacitások, földolgozó kapacitások utána tudnak-e menni egy esetleges formális külső diplomáciai bővítésnek. Ez is állandóan egy minőségi vita nyilván a magyar külügyi szakmákban. Azt is azért azt elmondanám, hogy nagyon érdekes, talán csak úgy halkan mondom külgazdasági szempontból, hogy miközben a keleti nyitás ugye 2000 és 2010 között meghozta azt a balanszt, amit még 91-ben a Visegrádi és egyéb nyitásokkal elültettünk, tehát 10 év múlva jött be, mert Közép-Európa akkor erősödött meg egymás irányába piacként, meg kooperációként. Most az utolsó 2-3 évben egy újabb visszanyitás van, tehát nem a külső keleti megerősödés, hanem az EU-n belül újra a nyugat-európai megerősödés történik, Közép-Európa rovására is. Ennek is különböző okai vannak, ebben nem mennék bele, de ez is egy nagyon érdekes dolog, tehát lement 75-ről 55-re Nyugat-Európa magyar export súlya, most újra visszaerősödik 60-62% felé, a németek újra ballagnak a 30% felé. Tehát ezt tudjuk, az osztrákok is újra visszaerőzték Szlovákiát, Romániát, tehát ugye ennek vannak ilyen külpolitikai szempontjai, ebbe én nem mennék bele, de vakság lenne ezt az újabb 2-3 éves visszatrendet is nem észrevenni, és nem leelemezni a magyar külpolitikai mozgástért illetően, hogy tulajdonképpen merre haladunk és mit teszünk. És hát a súlyokat is mindig érzékelni kell, tehát hogy egész Afrikában az exportunk az akkora erős 1 milliárd euró, mint mondjuk Horvátországba. Tehát nyilván ezek is azért a súlyokat, vagy Szerbiába, tehát nyilván a súlyokat meghatározok. És azért mondom, hogy nagyon fontos a külső nyitásoknál és a súlyoknak az érzékelése, mert más dolog úgy 20 kilométerenként, vagy 15 kilométerenként autó átkelőhelyeket, vagy közúti átkelőhelyeket nyitni, ahol a két ország között a kereskedelmi forgalom 80 vagy 100 milliárd euró,
mint mondjuk a Beneluxok között, és megint más ott, ahol ez 1,5 milliárd euró, mint mondjuk a magyar és a horvát, vagy a magyar és a szerb viszonylatban, hiszen akkor egészen mások ugye ezek a költségek és az arányok, amik hát megjelennek, nem is beszélve a szolgáltatás mozgásokról, ugye az integráció egyetlen a gazdasági fejlettség és az egymással való integráltságnak is ilyen típusú mennyiségi elemzése is szükséges ahhoz, hogy a minőségi elemzést lássuk, hogy ne essünk azokba a hibákba, hogy valamit túlméretezünk, és utána nem tudjuk belakni. Tehát ugye a fűtési költsége akarunk takarékoskodni, de mivel kapunk valakitől pénzt, mondjuk öröklünk a nagynéninktől, hogy bővítsük a házat, akkor még hozzá csapunk 2 szobát, mert az a növekedés érzése, csak utána nem tudjuk kifűteni. Tehát ugye ezek egy nagyon fontos kérdések a külpolitika és a külgazdaság együtt mozgásában is, hogy ne is tudja a külpolitika visszafogni a külgazdaságot, de ugyanakkor viszont ne is fussunk azon túl a külpolitikával, ami után a gazdasági erőnk és ezáltal a külgazdasági viszonyok nem tudnak utána menni, mert akkor meg azok ugye fölösleges kapacitások finanszírozását fogják jelenteni. Ez nagyon sok szempontból is megjelenik, és még csak egy utolsó gondolat, elnézést, hogy ilyen hosszú voltam. A külgazdaság és a külpolitikai függés és Magyarországnak a perspektívája, ugye beszéltem a külkereskedelemről, de nagyon sokszor ugye a másik nagy ágát, a működő tőke mozgásokat, befektetési mozgásokat is elemezzük, ugye ott is köztudott, hogy abszolút Nyugat és Nyugat-Európa függőek vagyunk. És nagyon érdekes dolog, hogy az FDI mozgás és a kereskedelmi visszamozgás az egymással párhuzamos. Tehát csak fölhívnám a figyelmet, hogy az utolsó 2 évben vagy 3 évben az Egyesült Államokban pánikszerűen nőtt meg a magyar export, egyszerűen azért, mert a nyugati típusú FDI az USA-ba viszi ki fizetőképesség, meg komponensbeépítés miatt nagyon nagy tételben a Magyarországon készült készterméket is. Tehát most már 3,5 milliárd euró az éves exportunk az USA-ba, ez azért most már több, mint a duplája a kínainak, és ugye jóval meghaladja a bármikori csúcs oroszt is, mert hiszen az FDI és a külkereskedelem is így mozog. Ahonnan jön az FDI, nagyon sokszor azért hozza ide ki az amerikai termelését, mert lehet, hogy egész termékként, tehát kézterméként vagy félkézterméként visszaviszi magába a naftába. Úgyhogy ezek nagyon érdekes dolgok, amiket szintén elemeznünk kell, de hogy a Magyarországnak az FDI, tehát a kibontakozását, a külgazdaság hogyan tudja segíteni a külpolitikai erősödésünket és kibontakozásunkat, én azt látom most a nagy kihívásnak, hogy a technológia és a K+F-ben tudunk-e olyan, tehát ebben a területen tudunk-e olyan külgazdaságpolitikát folytatni, meg a belső gazdaságpolitikát is szinergiába vinni, hogy legyenek erős magyar tulajdonú, illetve ami fontosabb, magyarországi székhelyű, tehát főszékhelyű, headquarter, székhelyű olyan vállalatok, akik képesek túllépni a határon, itt van a bázisuk, és képesek olyan K+F tevékenység és hozzáadott érték tevékenység vezénylésére, ami Magyarországot megerősíti, tehát kilépünk az összeszerelő tevékenységből, hiszen az nagyon jó tanulásra, értékrendre a nyugati integráció első 20 évébe, de a következő 25-be vagy 30-ba az a kérdés, hogy magyarországi döntési helyzetű, ide könyvelem a nyereséget, és itt határozom meg a foglalkoztatási, képzési és kutatási politikáját a vállalatnak. Ezek közül mennyit tudunk kinevelni? Ha tudunk kinevelni, akkor megerősödünk, ha nem, akkor mindig periféria maradunk. Ezzel mondjuk nem mondok újat, de a külpolitikában is ez egy nagy kérdés, hogy milyen olyan külső kapcsolatokat tudunk fejleszteni, ahol ez a tevékenység, hogy itt legyen valaminek a központja, ez erősödni tudjon. Tehát és olyan típusú K+F-ekbe menjünk bele, ami nem csak ilyen kihelyezett alkalmazotti, hanem tényleg meghatározó K+F. Tehát tudjunk-e MOLT, Richtert vagy OTP-t még a mostani középvállalatokból 6-700 darab számra nevelni, aki ezt meg tudja csinálni, a lengyelek e felé indultak el, az sikeres lesz,
Aki nem, az mindig félperiféria marad, és most Magyarország külpolitikai helyzetének is ez a kulcskérdése, nyilván ez fogja az egész diplomáciai és egyéb viszonyokat is sok szempontból determinálni, ha most én a külgazdaságban nézem szigorúan. Hát köszönöm szépen a lehetőséget, és elnézést, hogy egy kicsit hosszabb voltam. Köszönjük szépen, valamennyünk nevében köszönjük szépen előadóinknak, igazán mély és rendkívül hasznos áttekintést adó előadásukat. Azt gondolom, hogy ebben a bő 3-4 órában, 50 percben egy nagyon komoly tudás térkép rajzolódott ki előttünk. Nagyon-nagyon alapvető fogalmakról, összefüggésekről, a panel címében jelzett mozgástér és kényszerpálya lehetőségek és korlátok természetéről. Én különösen fontosnak tartom azt, hogy szinte megelevenedtek előttünk azok a fogalmi tartalmak, amelyeket egyébként lehet, hogy más disziplinák vagy más kutatásokból ismerünk és használunk, hogy például hogyan értelmezhető ebben a kontextusban az, hogy a folyamatosan változó körülményekhez történő rugalmas alkalmazkodás, a sokat emlegetett reziliencia, vagy mit jelent ebben az összefüggésben a szintén divatos kifejezésnek számító integrált megközelítés, amit mi sem példáz jobban, mint hogy a külpolitikában nagyon erőteljesen és most már szervezeti integráció szintjén is megjelennek a gazdasági szempontok, sőt, ahogy helyettes államtitkár úr jelezte, további új területek, technológia, K+F tartalmak is megjelennek, ami nyilvánvalóan arra hívja fel a figyelmünket, hogy mint oly sok minden mást a külpolitika, külgazdaság fogalmait, területeit is folyamatosan bővítenünk, és ennek megfelelően vizsgálnunk is kell. A hátralévő időben, ahogy jeleztük, tehát mód van kérdések feltevésére, de én először az előadóinkat kérdezem, hogy röviden egy-egy reflexióval kívánnak-e hozzászólni az elhangzottakhoz. Államtitkár úr, láttam, hogy jegyzetelt közben. Én azt gondolom, hogy talán fölírtam több dolgot, de egyetlen dologra szeretnék csak egy picit reflektálni. Ugye a Zsolt által elmondatban megjelent az örök kérdés, az érték vagy érdek alapú külpolitika. Lehet, hogy nagyon profán leszek azzal, amit mondok. Én nem hiszek abban, hogy van a Földön olyan állam, amelyik érték alapú külpolitikát folytat. Tehát én úgy közelíteném meg a dolgot, hogy nyilván az államok, amikor megfogalmazzák az érdekeiket, ezeknek van értéktartalma. A másik oldalról pedig olyan értékalapú politikát, úgynevezett értékalapú politikát folytatnak a külpolitika tekintetében, amelyek megfelelnek az ő érdekeiknek. Tehát azoknál az államoknál is, ahol az értékalapú külpolitika szlogenje és koncepciója nagyon hangsúlyosan megjelenik, emögött konkrét érdekek vannak, gazdasági, társadalmi, és ugye itt nem, tehát az érdekek alatt azért ne pusztán pénzügyi és gazdasági érdekeket értsünk. Ez egy nagyon, az érdek megformálás is egy nagyon komplex folyamat, tehát én úgy gondolom, hogy maguknak az érdekeknek van értéktartalmuk, és maga ez a vita, én azt gondolom, hogy a külpolitika természetét tekintve egy picit redundáns, mert mind a kettő egyszerre megjelenik, és már abban, hogy hogyan fogalmazzuk meg a kérdéseket, abban benne van, hogy mi milyen értéktartalommal jelenünk meg. És hát ugye a külpolitikának a belső determináció is, ahogy így említettem, hogy minden ország olyan külpolitikát csinál, amilyen gazdaságpolitikai, társadalompolitikai filozófiából kiindulva építi a saját közösségét, és erre fogja fölfűzni a dolgait. Egy másik apróság, ugye, amit a helyettes államtitkár úr említett, a külügyi intézményrendszernek és a külgazdasági folyamatoknak az összhangja, hogy ne építsünk fel olyan intézményrendszereket, amik ugye aztán nem tudunk tartalommal megtölteni, rendesen belakni. Ez egy kicsit emlékeztet arra a típusú vitára is,
hogy az infrastruktúra fejlesztéseket azt akkor hogy kell ütemezni, hogy vajon a gazdaság fogja megszülni azokat a szükségleteket, amiket majd az infrastruktúra fejlesztés kialakít, vagy az infrastruktúra fogja megteremteni azokat a feltételeket, amik a gazdaság fej. Ez ilyen tyúk vagy tojás, mi volt előbb típusú vita, és azt gondolom, hogy egy kicsit arról is szól, hogy akarjuk-e formálni a folyamatokat, vagy nem. Tehát ez a választás a proaktív és a követő típusú, és nem is mondom, hogy külpolitikai, hanem politikai magatartás között. Nyilván, ha akarjuk formálni a folyamatokat, és irányokat akarunk bizonyos módon szabni, akkor mindig megvan az a kockázat, hogy olyan befektetéseket, olyan irányokat szabunk meg, amit aztán nem leszünk képesek olyan formán betölteni, ahogy mi szeretnénk. Ezek tipikusan politikai döntések, amiket időről időre a vezetésnek meg kell hoznia. Köszönöm szépen, erre a kettőre szerettem. Köszönjük szépen, helyettes államtitkár úr. Én is köszönöm. Csak tovább folytatnám ezt az értékérdek alakú dolgot, hiszen amit a Csaba mondott az ő előadásába, az is nem tértem ki rám. Én 100%-osan azonosítom magam azzal, amit mondott, tehát még reflektálási szinten sem kell, hogy erre reagáljak. Én a saját eladásomat inkább próbáltam egy kicsit földhöz ragadtabb módon, tehát nem tovább folytatva egy elméleti síkot, bár az enyém is elég elméleti volt, de talán az elvárásoknak megfelelően jobban a külgazdasági aspektusait is végig vezetni. Tehát az érték és érdek alapnál, meg hogy mit tudunk ugye belakni, meg mit nem. Az érték és érdek alap valóban ugye körülbelül 20 évig mi azt gondoltuk a rendszerváltás után és a nyugati integráción, hogy mi jóval értékalapúbb és kevésbé érdekalapúbbak vagyunk, mint maguk a nyugatiak, akikhez integrálódtunk, hiszen köztudott, hogy az oroszokkal mirázsügyletelések fogytak, ugye a Merkelék mekkora, meg a Schröderék biznisz csináltak az északi áramlata, tehát ugye ezt mindig tudtuk, hogy vannak nagyon nagy érdekalapú mozgások, tehát Magyarországon valószínűleg ezek a kérdések most kerülnek a helyükre, tehát ugye az a vád, hogy 15-20 évig egy kicsit balekok voltunk, hogy túlságosan csak értékalapok voltunk, azokhoz képest is, akikre fölnéztünk, miközben ők ugye érdekalapon üzletelták. Ez nyilván egy inga nálunk is visszakerül, tehát ez még egy pozitív is lehet. Nyilván sok más szempontból az a nagy kihívás, hogy a külső megjelenések, a bizonyos gesztusok és, hogyha már diplomáciáról beszélünk, diplomáciai megjelenések terén, mi az, amit mi csinálunk, és mi az, amit a nyugatiak ebben az érdek és érték alapúban csinálnak. Tehát, hogy ebben van azt hiszem időnként néhány közép-európai ország, tehát most nem Magyarországról beszélek véletlenül sem, de néhány közép-európai ország és talán a nyugatiak között néha különbség, hogy ők mindenféle külső megjelenésben figyelnek ugye az értékalapú mázra, és kevésbé jelenik meg a felszínen az érdekalapú dolgok, látogatások, konklúziók, egyebek. Ez az egyik, amit én ebben meg szerettem volna jelenteni, de egyébként valóságban, ha most tartalmilag nézzük, akkor lehet, hogy Közép-Európa sok országa most próbálja ezt a dolgot egy kicsit nyugatiasodva, szintén az önálló értékeknek megfelelően helyre rakni. A másik, hogy az intézményrendszerek és hogy tudunk elébe menni, mindig azt szoktam mondani, hogy megnéztem az elmúlt 20 év, és pont az infrastruktúra általánosan, nem csak a külpolitikai, hanem mondjuk a fizikai infrastruktúra, amivel most dolgozom, utolsó 20 éves tendenciáit, mondjuk ugye a utolsó 20 év sikeres észt, lengyel kontra más országok, Isten ments, hogy Magyarországot említsen vonatkozásában, hogy csak úgy általában mondom, hogy körülbelül az a helyzet, hogyha valaki jól belövi a gazdasági növekedését, és azt mondja, hogy minden infrastruktúra fejlesztésnél 5%-kal fölénő annak, amit a gazdaság azonnal be tud lakni, az jó csinálja. Ha 10%-a alá lő valamilyen alágazatokat, ott nyilván visszafogja a teljesítményét a dolog, és rosszul csinálja. Ha 15 vagy 20%-kal fölénő az infrastruktúrának annak, amit a gazdaság vinni tud, akkor viszont egy pazarló működtetést hoz létre, és megint csak rosszul csinálja.
Tehát ez a gazdaságpolitika és az intézményrendszer, legyen az külpolitikai út vagy vasúthálózat, mindegy. Tehát, hogy még egyszer mondom, mit tudok belakni hamarosan, hogy annak megyek-e csak egy lépéssel éli be, amit én be tudok lakni, akkor okos vagyok és ügyes vagyok. Ha jóval elibe megyek, akkor ugyanúgy pazarlok, mint hogyha visszafogok alágazatokat azzal, hogy az infrastruktúrám azon a területen fejletlenebb vagy kisebb. Hát ez a vezetés, vagy a politikai vezetés, vagy a tervezés művészete, hogy ezt ki hogy csinálja. Én azt látom, hogy a lengyelek az, hogy itt 20 év alatt 23%-pontot vertek ránk, ugye egyfőre jutó GDP per EU vonatkozásban, valamit jól csináltak. Tehát ugye ők nem tökéres autópályát csináltak, aminek csak a 10%-át tudjuk beszedni, lásd M6-os, és a 90 megy a kukába, és fizetjük ki a konceszornak évente a sok 10 milliárd forintot, még 20 éven keresztül, hanem ők adott esetben csináltak egy kétszer-két sávos utat valahol az egyszer-egyből, és mert úgy érzik, hogy az ő farmereiknek ez elég. Tehát ugye ez is egy ilyen szempont, viszont több pénzt költöttek a farmerjuk infrastruktúrális modernizációjára, mint mások, nem mondok neveket, hogy kik. Csak mondom, hogy ez is a politika és talán a külpolitikának is egy művészete, hogy hogy és miként jelenünk meg a tervezés szintjén. Köszönöm. Köszönjük szépen a reflexiókat, és akkor tisztelt hallgatóság, két rövid kérdésre volna lehetőség. Tessék, parancsolj. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, a kérdésem elsősorban Balogh Csaba államtitkár úrhoz szólna. Van-e a magyar szuverén külpolitikának és diplomáciának lehetősége tompítani a tervezett ukrajnai közigazgatási területi reform szándékait a kárpátaljai magyar közösség érdekében? Legyen ilyen lehetőségünk, és hogy meg tudjuk jeleníteni itt az érdekeinket. Én azt gondolom, hogy Kárpátalja esetében az elmúlt időszakban értünk el sikereket, de ez elsősorban a helyi politikára korlátozódik. Ami a magyar-ukrán kapcsolatokat és a központi kormányzattal fennálló kapcsolatokat illeti, az körülbelül hasonlóan alakul, mint Ukrajnának az egész belső helyzete. Tehát az ígéretek és a szép szavak azok nem hiányoznak, de konkrét tettek és beváltott vállalások azok nem nagyon szerepelnek benne. És ez nem csak a kárpátai magyarsággal kapcsolatos ukrán kormányzati ígéretekre igaz, hanem sajnos igaz az egész országnak az állapotára. Jó lenne, ha ez nem így lenne, és hogyha ha nem így lesz, akkor nyilván lesz arra lehetőség, hogy érdemi módon tudjunk a központi kormányzattal erről beszélni. Ma ez a helyzet nem áll fent, tehát nem vagyok optimista. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, tessék, parancsolj. Dr. Szentgáli Piroska vagyok, és a Nemzetközi Gazdaságfejlesztési Klaszter Egyesületnek vagyok a képviseletében jelen, tehát ha megengedik, bizonyos értelemben a civil szférának egy képviselőjeként szólalok meg. Szeretném megköszönni a szervezőknek ezt a hallatlanul érdekes és rendkívül aktuális műhelymunkát. Remélem, hogy folytatódik. Két dologra szeretnék rávilágítani az én általam képviselt civil oldal szempontjából. Ez egyik egy tartalmi kérdés. Pontosan a mi egyesületünk jó példa arra, hogy klaszterekbe tömörülve a vállalatok megpróbálnak erőt koncentrálni, hogy reális lehetőségeik legyenek egy nemzetközi piacon való fellépésnél. Nincsenek meg azok a
tartalmi ismeretek, különösen az önök által is jól bemutatott, rendkívül nivellált és rendkívül integrált szituációkra a vállalkozóknak, amire szükségük lenne a siker érdekében. Én arra szeretném felhívni a figyelmet és kérni az önök segítségét ahhoz, kapcsolják be ebbe a műhely munkába ezt a vonatkozást is, igény van rá, és teremtsék meg azokat az intézményi formákat, vagy teremtsék meg azokat az egyéb formákat, amiben ez a kommunikáció nem csak a diplomáciai, külgazdasági és külképviseleti szempontból is információkat, hasznosítható tudást adnak a vállalkozóknak. Ez a tartalmi része, és engedjenek meg röviden egy formai vonatkozást is. Nagyon tetszett nekem, és nagyon egyetértek azzal, hogy a mai diplomáciai életnek a hangsúlya átterelődik a formalitásokról a személyes ottlétre és a személyes kontaktus felvételre. Ennek a formája a diplomáciai protokoll és az üzleti protokoll ismeretek nélkülözhetetlenek, hiszen ha valaki Magyarország képviseletében bármilyen nemzetközi rendezvényen fellép, az Magyarországot reprezentálja. Ebben a vonatkozásban is vannak hiátusaink. Örülünk ennek, hogy az egyetemeken a protokolloktatás beindult. Hadd büszkélkedjem azzal is, hadd mondjam el, hogy 1989-ben megalakult a Protokollosok Magyar Egyesülete, ez a miniszteri protokollfőnökök egyesülete volt, és ennek egy nagyon szép eredménye volt, hogy elkezdtük a szakmát megfogalmazni. Az akkori külügyminisztériumban Jeszenszky úrtól is személyesen számos konkrét segítséget kaptunk. Ebben a vonatkozásban szeretném, hogyha ez intenzívebb lehetne, és ebbe az egyetemi képzésbe, ebből a szempontból ezeket az ismereteket bekapcsolnák. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük a kérdést, és kíván válaszolni esetleg. Igen, igen. Szent Iványi Gábor, a hátterem az mondjuk történelmi iránt érdeklődő diplomata, talán ennyi elég így megfogalmazva. Én visszamennék egy picit a makrószintre. Fülöp Misi előadásában nekem az derült ki, hogy a geopolitikai helyzetünk és a nagyhatalmi játékok nagyon determinálják a mi szuverenitási mozgásterünket. Ez teljesen egyértelmű. Hogy milyen százalékba, abban nem menjünk bele százalékos latolgatásokba, én úgy gondolom, hogy a történelmet úgy végignézve ez kevesebb, mint 50% volt, amit mi döntünk el, hogy milyen legyen a szuverenitási helyzetünk. Most ha ez igaz, hogy mi a nagyhatalmi politikának, a körülöttünk levő világnak ki vagyunk téve, ráadásul ebben a régióban a nagyhatalmi politikák között ugye kis országok is játszanak még, ugye a mi barátaink, szomszédaink, hozzánk hasonló kis országok, főleg ugye Trianont követően és a jelenlegi helyzetben is, akkor felmerül a kérdés, hogy egy ilyen szituációban a magyar szuverenitás optimális vagy legjobb gyakorlása érdekében milyen alapvető feladataink vannak, vagy milyen alapvető feltételeket kell megteremteni, és gondolom, miután egyetemen vagyunk, hát ugye konkludálni is akar ez az egész műhelyi beszélgetés valahova. Tehát például ugye egy nagyon érdekes előadások volt a Jeszenszky Gézaiból, nekem azt derült ki, hogy vannak olyan időpontok, 90-91 környéke, amikor egy jó vezetés, egy külpolitikailag ugye conscious vagy külpolitikailag érzékeny vezetés tud az adott helyzetben élni. Valsói szerződés megszüntetése, KGST felbomlás, stb. De ennek az ellenkezője is igaz, hogy van olyan időszak, amikor a mindenkori, kormányzati vezetők körében a külpolitika iránti affinitás lényegesen kisebb, vagy gyengébb. Ugye mindannyian voltunk gyakorló nagykövetek egy jó pár helyen. Én legalább 3 miniszterelnököt tudok, aki kijött, és a kocsiba a repülőtérről befelé kérdezte meg, hogy miért is vagyok én itt, és mit kell itt nekem csinálni.
Most nagyon helyes, hogy a nagykövetet kérdezi meg, de jellemző nincs felkészülve erre, tehát az ő külpolitikai tevékenységének az alakításában nem feltétlenül integránsan épül bele az, hogy elutazok otthonról, és nekem itt valami konkrét feladatom van, amit el kéne írni. Vagy beszélhetnénk arról, is nagyon jó volt Balogh Csaba diplomáciai előadása, hogy mennyiben fontos a külpolitika és ezen keresztül ugye a szuverenitásunk kiterjesztésének, érdekén képviseletének a végzésében, mondjuk egy szakmailag felkészült, stabil diplomáciai testület. Ugye van független bírói kar, van tábornoki kar, azt tudjuk, hogy az elég nagy a hadsereg méretéhez képest. Ugye független diplomáciai kar meg hát morzsáiban van időnként, és nagyon erősen fluktuálódik. Vagy ide sorolnám például azt, hogy azok a fontos külpolitikai kérdések, amelyek a szuverenitásunkat is hosszabb távon erősegítik, és itt valaki mondta kutatást is, tehát itt kutatni is kéne és figyelni a körülöttünk zajló világot, hogy ezek vajon mennyire vannak alárendelve a belpolitikai megfontolásoknak. Ugye láttuk itt a norvég alappal kapcsolatos politikánkat, ahol hát tetten érhető volt számos esetben bizonyos belpolitikai megfontolás, tehát hogy érdemes a belpolitikát, a külpolitikától egy kicsit elvonatkoztatni, bár tudjuk, hogy a külpolitika feladata a belpolitikai folyamatok erősegítése, de néha ugye a külpolitikát önálló módon kéne ápolni, és a kapcsolatainkat vinni tovább. Tehát én ezeket a kérdéseket vetném fel, és hát nem tudom, hogy erre van-e válasz, vagy esetleg érdemes ezzel foglalkozni hosszabb távon. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a hozzászólást, és az egyébként felvetett kérdéseket is, amelyeket meg fogunk fontolni. És akkor még egy utolsó kérdése van lehetőség. Köszönöm szépen. Géczi Gábor vagyok, azt hiszem az első részben nem mutatkoztam be. Én 20 évet töltöttem el a külkereskedelembe, a Mogyürtnél, nem tudom kinek mit mond. És hát sajnálata veszem tudomásul, hogy a mai kormányzatnak, tehát 2010 óta nem egyértelmű a hazai iparnak, az úgynevezett élhajójának, az Ikarusznak a támogatása. Gondolok itt a Nabira. Egy 30 éves felfutás után, amikor az IFOR és az ESFOR ugye Taszáron tartózkodott, Kaposváron van az egyik, volt az egyik összeszerelő üzem, illetve Budapesten, és mit ad Isten, a 2000, most a 10-es években ez valahogy szárnyát szegve ugye abba maradt ez az együttműködés, és kevesen tudják, azt hiszem az itt ülők sem, hogy igenis én büszkeséggel töltött el az, hogy a mi osztályunk csinálta annak idején a Mogyürtbe, hogy a keleti parton, tehát Los Angeles-től Vancouverig a városi közlekedést a magyar Ikarus buszokkal szerveztük meg Amerikának. Ez azt hiszem, tehát ez a tény, hogy az akkori nagyokat, Mercedes-től kezdve, Iveco, meg Van Hool, meg nem tudom miket soroljak, szóval mi az akkori, hogy mondjam, feltételek között, ugye Budapest és Hamburg között lábon kimentek ezek a Ikarus buszok, ott behajozták Hamburgba, megkerülték a fél világot, a keleti, vagyis a nyugati partra, elnézést, mert rosszul mondtam, és ott szépen megcsinálták a végszerelést, és utána a magyar vörös bikák, mert ugye egy ilyen bordó színű Ikarus buszokat kell elképzelni, és hogy szóval nem értem azt, hogy minden nap rászkódok a törökök által gyártott MAN, NSK Németországból oda exportált ugye, technológiai szerinti buszokat, holott a magyar iparnak megvan ez a szegmense még, szóval én azt hiszem, hogy a 24. órában vagyunk, hogy ebben valamit lehetne csinálni. A másik kérdésem pedig az úgynevezett, megint a magyar termékeknek az érdekérvényesítése az Unióba. Én nagy meglepetéssel értesültem róla, hogy a magyar állam nem tudta megvédeni a tokai bornak az egyediségét. Most tényleg csak egy rövid gondolatsor, hogy Mátyás király idejében ugye Bonfini leírja, hogy az úgynevezett szerémségi vármegyéből itták ők a jó aszosított boraikat, amit, mint tudjuk, a törökkel függ össze, hogy kipusztították. Akkor szépen a Tisza mellett elindultak az aszubortermelők, és ezek állítólag szerbek voltak. Megalapították Arad Ménes egy alján az aszuboroknak a hazáját.
De aztán a török még tovább jött, mert nem bírt magával, és akkor elérkeztek Tokaj-hegy aljára, és ugye, mint tudjuk, Lóránffy Zsuzsanna idejéből, hogy utána milyen nemzetközi hírnévletet szert, az már csak ráadása ennek a kis úgymond bornak a történetéhez, hogy Rákóczi Ferenc, a második Rákóczi Ferenc ugye a szabadságharcát többek között ebből finanszírozta, hogy a katonai sikerekhez ugye pénz kell, és a pénz pedig hát ebből tudta ugye tehát beszerezni. És azért köszönjük csak egy mondat a végére, hogy 1867-ben elkészült az úgynevezett zöld könyv, amikor ugye újra kellett szabályozni, hát 67 után ugye ezt a borvidéket. Az 50 éves évfordulóra megjelent egy 4 nyelven leírott könyv, és hogy ez a könyv alapján se tudtuk megvédeni azt a bizonyos területet, amit ugye a szlovákok mindenféle furmánnyal, és én úgy érzem, hogy a magyar diplomácia ebbe a kérdésbe csődöt mondott, mert a Szlovákia megtudta ezt úgymond hát magának variálni, holott az egyértelmű uniós előírás, hogy a régió, tehát egy régió megnevezése nem jelenthet meg más országba, csak annyi még, hogy az oportó borokat, ugye ami Portóból származik, és Magyarországon ugye oportónak hívtunk, azt most már ugye portugízernek kell hívni. Szóval tehát, hogy hogyan tudunk érdeket érvényesíteni, és én úgy érzem, hogy még tényleg az utolsó mondat, hogy a mai bankbotrányok, Questor, meg mit tudom én, milyen befektetési dolgok helyett egyre több borász azt mondja, hogy tessék magyar bort venni, trezorba helyezni, és az ugyanolyan lesz, mint a Kosztolányi, aki most halt meg ugye az euró atya közelmúltban, hogy ő nem magának, nem a fiainak, hanem az unokáinak vette a különféle részvényeket. És hogy egy mondatot mondjak a végére, 2 hét múlva lesz a Kárpát-medencei borászok találkozója Budatétényben. Sok szeretettel várok ott mindenkit, hogy tényleg kóstoljuk meg a 4 aszú fajtát, amit annak idén a Kárpát-medencébe termeltünk. Köszönöm a figyelmet. Jó, köszönjük szépen. Nagyon izgalmas kérdések merültek még fel a hozzászólásokban, a klaszterek képviseletétől kezdve belpolitika és külpolitika összefüggése, vagy éppen az Európai Uniós érdekérvényesítés, akár a tokaji bor kapcsán. Én bízom benne, hogy ezeket a kérdéseket tovább tudjuk még gombolítani a továbbiakban is, és lesz módunk arra, hogy hasonló műhelybeszélgetések és persze kutatásaink során válaszokat tudjunk adni mindezekre. Engedjék meg, hogy befejezésül annyit összegezzek csak, hogy ez a mai műhelybeszélgetés, annak mind a két blokkja azt gondolom meggyőző a tekintetben, hogy az államtudományi képzések fejlesztése és az ide kapcsolódó kutatások nem nélkülözhetik a külpolitika, a diplomácia történet elméleti, történeti megközelítését, de legalább ennyire fontos az, hogy megtanuljunk gondolkodni az állami gazgatás, a diplomácia, a szakdiplomácia, az intézmények fejével is, megismerjük ennek a világnak ezt a belső intézményi világát, hiszen azok a kutatások, amiket folytatunk, és azok a hallgatók, akik számára ezt a tudást átadjuk, reményeink szerint ebből nagyon sokat fognak valamennyünk javára hasznosítani. Úgyhogy én azt gondolom, sőt egészen biztos vagyok benne, az ősz folyamán folytatni fogjuk a külpolitikai műhely beszélgetéseinket. Engedjék meg, hogy megköszönjem valamennyi előadónknak, hogy eljöttek és megosztották velünk gondolatainkat. Szeretném megköszönni valamennyi kollégámnak, akik hozzájárultak szervező munkájukkal ez a mai rendezvényükhez, és külön köszönetet szeretnék mondani dr. Fülöp Mihály professzor úrnak, az Államtudományi Intézet kutató professzorának, aki a műhelybeszélgetés ötletgazdája, és elévülhetetlen érdemei vannak az előadóink megszólításában és szervezésében. És már csak annyi kellemes kötelezettségem maradt hátra, hogy megimitáljam önöket egy szerény ebédre, amit egy emelettel feljebb a Zsibongóban vár ránk. Az odavezető utat táblák jelzik, de az Államtudományi Intézet munkatársai is segítenek az eligazodásban. Köszönöm szépen!